kaphassa őt Rózsika. Rózsika, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Mi az, amit hoztál magaddal? Fényképeket az unokáimról, hogy megmutassam a drága férjemnek, mert hogy mit veszített. Hogy is van ez a történet? Hogy ez a történet, ez úgy van, hogy ő tavaly összeismerkedett, jobban mondva a sógornőm elhozta ezt a nőt, ezt a rohadt patkányt, nem tudok mit mondani rá. Elhozta bemutatni, és utána, ha kellett, ha nem, ez a nő állandóan jött hozzánk. És kiadta magát nekem a barátnőjének, hogy én a barátnője legyek, meg hogy ő a barátnőm, ajándékot vett nekem névnapomra, akkor puszilgatott, minden este jött, nem hagyott ki egy estét sem. Hát én a kis naív, beszedtem, hogy tényleg a barátnőm és a férjemtől nem akar semmit. Közben kisült a dolog, hogy, vagyis rájöttem azután, hogy igenis viszonyuk van a férjemmel, és ez a viszony annyira elfajult, hogy december 4-én el is költöztek ők a albéletbe. Na most azt szeretném mondani, hogy ezt a nőt nem érdekli semmi, ő csak önmagát szereti, a férjemet nem engedi, hogy a gyermekeit, unokáit látogassa. Azon kívül a saját gyerekét, Mónika, milyen anya az, aki elmondja a saját gyerekét mindennek, minden rossznak, pedig nem úgy van. Az a fiú, 25 éves, intelligens, tanult, dolgozik, és elmondta mindenféle iszákosnak, drogosnak, mindennek. Én, Mónika, ha én nekem valaki mondana a gyerekeimre valamit, meg két lányom van, meg négy unokám, ha mondana valakit, mint az anyatigris, ugranék és tépném meg, nem hagynám. Körülbelül 3 hete volt a férjem nálam, és én próbáltam a tudomására hozni, hogy ez a nő már megcsalta őtet is. Te honnan tudod azt, Rózsika? Onnan tudom, hogy, na most Mónika, ez a falu mindent tud, mert ez egy kis falu. Hát tudni vél helyesen. Tudni véli, de látták is más férfihez bemenni. Nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, ahányszor egyedül jött. Na most, ha már bemegy, ez a nő magyarul nem szeret, hogy fejezem ki magát, ez egy pénzéhes nő, meg magyarul csak a bögyörőt szereti. De nem csak egyet, hanem többet. Mert neki egy nem elég, Mónika. Szerinted a te férjed miért ment el vele? Szerintem az én férjem, megmondom őszintén, megszédítette a pénzével, meg a szövegével, mert van olyan szövege ennek a nőnek, én is tudok beszélni. Hát tudsz, igen. De én is tudok. Igen. De ez a nő még rajtam is túlt ezt. És a csillagot az égről is lehazudja. És most mit szeretnél akkor, Rózsika, nekik elmondani, vagy a férjednek? Hát ezt szeretném elmondani, hogy kivel él együtt. Hogy vegye tudomásul, hogy már megcsalta. Mi lesz később? Ez annyira elvetemedett nő, hogy... Még az sem tartja vissza, amikor megvan a baja, még ő akkor is. Igen. A ti kapcsolatotok a férjeddel annyira rossz volt, hogy ennyire könnyű volt őt kvázi elcsábítani? Hát az az igazság, hogy nem volt rossz a mi kapcsolatunk, amíg ez a nő meg nem jelent. Te vissza akarod azért még kapni a férjedet, Rózsika, hogyha lehet? Nézd, Mónika, ez attól függ, hogy viselkedik. Megkérdezzük akkor most tőle magától, József. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Kérlek szépen, hallgass meg, hogy mit szeretne Rózsika tőled, mert azt mondja, hogy néhány dologra fel szeretné nyitni a szemedet. Körülbelül 3 hete voltál nálam, emlékszel? Igen. Én akkor pedzettem neked, hogy az ica, vagyis nem az ica, mert nem így tudom mondani, egy rohadt patkány. Már megcsalt téged. Te nem hallgattál meg engemet, elmentél, elrohantál, elkapott az ideg, és nem hiszed el nekem, hogy tényleg megcsal. Az egész falu mondja, valahányszor átjött egyedül ura, megcsalt tégedet, mert ennek nem elég a te bögyöröd. Ennek a más bögyörője is kell. Mint ahogy a férje mellett kellett, ugyanúgy kell melletted is.
Szóval Rózsika azt mondta az imént, hogy ő azért még nem adta fel, hogy téged visszakapjon, mert hogy még mindig szeret téged. Van-e esélye téged visszakapni? Abszolút, tehát semmi esélye nincs. Akkor szóval élsz azzal a... Nem veszekedek én semmi. Rohadt patkánnyal? Aki téged megcsal? Csalnom, aki téged megcsal? Legyél öngyilkos, amit akarsz. Nem meg leszek öngyilkos már. Hagyjuk. Miért kellett, hogy vége legyen a ti kettőtök házasságának? Miért nem folytatott? Ez nem most kezdődött, mert ez már elkezdődött. Emiatt a nő miatt kellett, lett vége a házasságunknak. Nem emiatt. De emiatt, a rohadt patkány miatt. Szerinted mi miatt? Amiatt, hogy Rózsika abban az időben én akárhányszor könyörögtem neki, vagy csináltam. Lényegében annak idején is azért kezdtem iszogatni is. De mi miatt? Hogy hát miért azért, mert ő trehány volt, nem főzött, nem csinált. Ne hazudj! De hogy? Nem hazudj! Ne hazudj a országvilág előtt, minden nap főztem neked kétfélét. Tehát te azt mondod, hogy már régóta rossz ez a kapcsolat régóta, igazából? Tehát semmi köze ehhez a hölgyhöz? Na most... Előtte meg van robott ez. Monika, de köze van a hölgyhöz. Hazudik, most is nem. Hazudik. Jó. Mint ahogy mindig is hazudott világ életébe. Nem ez az első nő, akivel megcsalt engemet. De hát erre mit mondasz, hogy ő azt mondja, hogy már régóta rossz ez a kapcsolat? Nem olyan régóta rossz. Akkor romlott ez a kapcsolat meg, amikor a sógornőm elhozta ezt a rohadt patkányt hozzánk. Ti boldogok vagytok most egymással? Tehát ez a kapcsolat, ez... Természetesen. Ez sokkal akkor jobb. Miért mondtad, ha olyan nagyon boldogok, akkor miért mondta nekem a férjem körülbelül 3 hete? Mikor 4 szemköz voltunk, hogy olyan buta ez a nő, mint 6 pár rendőrcsizma. Én ennyit nem mondtam. De mondtad, ne hazudjál. Azt mondtad, hogy buta és történelem órákat szoktál neki tartani, mert annyira buta. Hát ilyen. És ne hazudjál. Korábban is ilyen volt a kettőtök kapcsolata? Tehát... Nem ilyen volt. Dehogy. Nem ilyen volt, hazudik. Úgy hazudik, mint a vízfolyás, mint a Marika könyvből olvasná. Na jó, tulajdonképpen akkor te most mit kérnél a férjedtől? Engem nem érdekel, de nem boldogok, ezt is tudom, mert nekem a szemembe mondta, hogy nem boldogok, mert van veszekedés köztük, cirkusz köztük, őtet megbolondította a pénz, meg a nőnek a szövegje. Engem nem érdekel, akkor legyen vele boldog, röhögje ki az egész falu, a kész. Úgy hallottam, állítólag beadta a vállópert is, már ez a nő rábeszélte, meg hallottam, hogy ez a retkes vénasszony már nézi neki a házat, ott akarnak venni, de az egész falu röhög rajtuk. Mikor mennek egymás mellett kerékpárral is, kigúnyolják, kiröhögik, biztos. Élike, köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk. Azért vagyunk itt, mert Rózsika szerette volna, hogyha mindannyian itt vagyunk. Ő azt mondja, hogy nagyon-nagyon csalódott benned, mert hogy állítólag te az ő barátnője voltál, vagy ezt mondtad magadról, aztán később mégsem az derült ki. Szeretném, hogyha a ex-férjem a szemébe mondanád. Már megcsaltad Jóskát, mert neked nem elég egy bögyörő, neked több kell, mert egy rohadt patkány vagy. Egy félzéhes rohadt patkány, aki elmondta a saját gyerekét mindennek, hogy mindenféle, meg a férjét, és közben azok tartottak rendet, te eltartottad magadat veled, velük, igen, a retkes anyádnál még tartottad, gyűjtötted a pénzedet, a munkanélküliségét, meg amit kerestél a húskombinátba, az urammal meg a kocsmába csókolóztál, elcsábítottad, nekem meg kiadtál engemet barátnődnek. Puszíltál meg minden, meg hoztad az ajándékot nekem névnapomra. Nem szégyelled magad? Nem. Te mit láttál a kettejük közötti esetleges konfliktusból? Milyen volt az ő kapcsolatuk magyarán, amit te láttál? Hát semmi. Semmi jó. Nem származik az ők házasságukból. Na de mit láttál, ami alapján ezt mondod? Mert kihasználtad ezt az embert. Mit használtam én? Te használtad ki a férjedet, te szemét? No. Te, felállok, kikaparom a szemedet, az lényeletén veled. Kikaparom én a tiedet, te, szerencsétlenség. Maradj Rózsika, légy szíves, nyugodj meg egy picit. Az vagy te egy nagy rakás szerencsétlenség. Félig az egész. Igen? A János meg a város. Szégyeld el magadat. Igen, hát ha valakinek szégyelni kéne, az neked kéne, jó? Az nem én vagyok, az neked. Te vagy. Neked. Mert téged rahag egész meg gyűlöl. Igen, nem érdekel. Tudod? Mert te voltál a k***ba, meg vagy is. Egy retek fészek. Az vagy te retek, meg az édesanyád. Rózsika, az. Kérlek szépen, légy szíves. Az az retek fészek, légy szíves. Vagy... Kérlek szépen, ezt hagyd abba. Kultúrát, hát de nézd már, hogy néz ki, hogy merted így elengedni. Szégyeld el magadat. Én szégyeljem el magadat, még véded ezt a bűnös k***t. Jaj, aki már megcsalt. Hát hogy viselkedsz? Hogy beszél? Ilona, bocsánat.
Azt mondja a Rózsika, hogy ő azt nehezményezi a legjobban, hogy a te párod nem látogatja a gyerekeit meg az unokáit, és ő azt mondja, hogy te miattad, hogy hát te tiltod. Hát de lehordja mindenfélinek, hogy ilyen alkoholista, olyan alkoholista, akkor meg miért nem hagyja békén? Érdekes, nem alkoholista, meg nem de hát ne, a gyerekeihez nem megy, meg az unokáihoz, ő ezt fájlalja. Nem, hogy hozzá nem megy. Hát nem is élek rá. Hát meg nem mér rá. Na de igen, hát... egész januárban Mónika nem dolgoztak. Egész januárban nem tudott elmenni és azt mondani, hogy boldog új évet, vagy egy telefonon fölhívni? Igen, egy pillanat. De azért mondjuk őket tényleg kellene látogatni, hát a gyerekeidről van szó. És fogom. Addig még rendben nem jönnek a dolgaim, addig ez a dolog nem működik így. Már mit, miért? Már addig még, mikor rendben jönnek a saját ügyeim, a saját dolgaim, akkor 100% az biztos, mert mindig azért is látogattam a gyerekeimet, mindig ott voltam. Ezt meg lehet tőlük kérdezni, szóval az unokáimat meg imádom. Szóval abszolút nem dobnám el őket. Akkor miért nem köszöntöttél boldog új évet nekik? De most rendben jönnek a dolgaim, én tőle megszabadulok nagy íbbe, utána látogatom. Ha maradjál, akkor egy ilyen k***a mellett... Mindig jobban járok vele, mint te vele. Igazán? És nem szégyelled magad? Nem. Hát én a te helyedbe szégyelném. Köszönöm. Hát téged lehet szégyelni. Engem nem lehet, de téged igen. Téged megvet az egész falu. Meg az anyádat is. Figyelj, azt, amit te csináltál... És hogyha a férjem ezután is veled él... Velem is fog. Veled fog élni. Velem. Hogy megcsalod. Velem. Tudod mit, akkor éljen. Kapjon valami betegséget tőle. Velem is fog. Kanély vagy te. Most is albérletbe lakol. Úgyhogy ne vitatkozz velem. A te házadat meg elviszi az adósság, te szemétládba. Ezt viszi el. Van neked adósságod, van elég neked. Nagy. Uh-huh. Van ott neked, úgyhogy azzal dicsekedj a te adósságoddal. Ne fíjtek is! Dicsekedj a te adósságoddal! Azzal nem dicságod, de a vanilláda vagy te! Az vagy te! Meg egy rossz k***a! Na ezt kikérem magamnak, mert felruglak! Felruglak én! Uh-huh. Úgy, úgy. Kiszedem a szemedet, b***g, azt lenyeletem veled! Ne emeld a kezed, mert téged is megverlek! Mit röhögsz? Kikapartam én a pofádat! Nagy dicsőség, aha. De miért? Mert dicsőség. Te miatt az egzert a rohadék! Rózsika, légy szíves, ülj le! Nem jól vert meg! Nem jól vert meg, te emiatt a te rohadt k***a! Ülj le, Rózsika! Vagy te. Az vagy te, én sose voltam k***va! Te? Hagyja! Na te egy vártás k***a vagy, és az is voltál! Már ti megfoglak a faluba, de megtaposlak a k***a! Megtaposlak én! Ülj le, ülj le! Ne féljem k***a nyádat, megfoglak! Na az anyámat hagyd ki! Tudod? Te vetted legelőször a szádra. Hagyd ki az anyámat, na. Jó? Na, ne fíj, megtaposlak. Mész te a dili házba, ne fíj. Mész te a dili házba. Tanulj már beselkedni. Én tanuljak, ha bár, akkor szóljál a bártásnak, ne csaljon meg tégedet. Meg is van rólad a véleményed. Nem baj, de ő róla is megvan, tudja mindenki. Igen. Hogy milyen. Hát, na... És nem szégyelled magadat, hogy megcsalj már. Rózsika, tényleg az lesz a legjobb, hogyha nem túl sokat találkoztok egymással végül is, most már nincs is nagyon értelme, hiszen ti már válófélben vagytok, meg erre tényleg nincsen szükség, amit most lezajlott. Hát ez. Jó, talán egy dolgot lehetett volna másként csinálni, őszintébbnek kellett volna lenni a Rózsikával, tehát meg kellett volna mondanod neki azt, hogy te már nem szereted, el akarsz válni, el akarod őt hagyni, ez így lett volna tisztességes, és nem csak úgy, hogy egyszer csak rájött. Hogy ez a neki. Hely. Nem mondtad meg. Megmondtam neki, ezt csinálja vele, mit hagylak. Azt mondtad, hogy s***ra mész a pékségbe, és minden héten hazajársz. Ezt hazudtad. Hogy hagyd fejezzem be. Megmondtam neki előtte, nem egyszer, se kétszer, se háromszor, se négyszer. Akkor fogta magát, veszette a gyógyszert, bement a kórházba. Azért, mert hogy ne hagyd. Nem azért. De nem azért, hagyd. Mónika, mert emiatt a rohadt patkány miatt meg milliószor megvert. Az vagy Rózsika. Te. Befejeznéd egyáltalán? Igaz! Én végig hallgattam a te szövegedet, te is hallgatj végig. De műszer közbe szólnom! Nem érdekel, menj a dili házba! Menjél te! Ott a helyed! Menjél te meg ez a rohadt patkány! Az vagy te egy rohadt patkány, te tőled patkányabb nem kell. Nem kell te tőled! Nem ettél neki se kétszer. Rózsika, tényleg hagyjátok most már egymást, ennek semmi értelme. A férjed vele akar élni, valami tényleg nagyon elromolhatott nálatok. Éljen vele, ha tud, ezek után! Én csak fel akartam hívni a figyelmüket. Rövid szünet után egy hölgy lesz a vendégem, aki a bátyjával szeretne kibékülni. Meg kell tudnom, hogy miért tetted. Ha úgy érzi, itt az ideje, hogy az ajtócsapódós vitákat elkerülve országvilág erőt kérje számon szeretteit, és beszélje meg velük gondjait, vagy ismer valakit, aki nem lát már más esélyt a problémák rendezésére, csak azt, ha nyilvánosságra hozza sérelmeit, akkor hívjon minket a 371-44-71-es számon, vagy írjon nekünk a monika@rtlclub.hu e-mail címre.